az emberiség eredete. Tisztelettel köszöntöm Önöket! A mai adásban terveink szerint nem csak az emberiség eredetéről lesz szó, hanem a jövőjéről is. Vendégem Szigeti Judit, az Idők Jelei honlap létrehozója. Az előző adásban beszéltünk már egy kicsit a Bibliáról, de szeretném, hogy most erről egy kicsit többet beszéljünk. Szerinted mi a Biblia? Te hogyan állsz ehhez a kérdéshez? Köszönöm szépen a meghívást és a kérdést. Ez tipikusan az a kérdés, ami ilyen látszólag egyszerű, de azért mégsem. Mutassuk meg Istent és hozzunk fel rá három példát. Nem, tehát viccet félretéve. Nekem azért is különleges ez a kérdés, illetve a Biblia, mert ahogy az előző alkalommal beszéltünk róla, amikor megismertem Jézust, akkor tulajdonképpen emberi közvetítés nélkül, heteken keresztül az egyetlen kapcsolatom végül is vele vagy Istennel az a Biblia volt, amit elkezdtem olvasni. De ahogy mondtad, az elég volt. Az elég volt, igen, ahhoz, hogy megváltozzon az életem, tehát senki nem mondhatja, hogy valaki belém szugerálta, hanem egyedül Isten igéje volt, ami élő és ható, tehát egy élő, nem pedig egy statikus valami. Bocsánat, hogy kérdezzek valamit? És hogy olvastad a Bibliát? Tollal a kezedbe, hogy na ez nem igaz, na ez sem igaz, na ez sem igaz, vagy pedig egyszerűen úgy olvastad, hogy ami le van írva, az, hogy szóljon hozzám, vagy hagytad, hogy a Biblia vezessen? Igen, igen, hagytam, tehát abszolút, tehát éhesen vákum volt bennem, és csak szívtam magamba. Igen. És ahogyan Isten megszerkesztette ezt a könyvet, az hatással volt rád, és ahogyan olvastad ezt a könyvet, az átformált belül? Ezek a részek, tehát hogy ahogy Isten megszerkesztette a könyvet, ugye akkor még ismeretlen volt számomra, tehát akkor igazából inkább csak az Új Szövetséget olvastam, az evangéliumokat, apostolok cselekedeteit, és később a leveleket, tehát szépen sorban, és az volt szerintem az, ami végül is ezt tette, és utána később természetesen nagyon sokat olvastam keresztény szerzőktől a Bibliáról, ahonnan ugye megtudtam ezeket a dolgokat, és az is csodálatos volt, tehát megtudtam, hogy mennyire különleges, és tulajdonképpen ebben a kategóriában nem túl erős a verseny, hogy a Biblia az egyetlen olyan könyv, ami tehát ugye körülbelül 1500 év alatt majdnem 40 szerző által íródott, tehát tudjuk, hogy igazából akik írták, ők eszközök voltak, de természetesen nem olyan módon, mint ahogy mondjuk a Koránról mondják, hogy Isten, vagy Allah, bocsánat, diktálta, hanem Isten hagyta, hogy ezek a különböző szerzők a saját életüket, a saját tapasztalatukat, a saját stílusukat belevigyék, tehát megmaradt az emberi tényező, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt lett tökéletes egész. Illetve még amit nagyon fontosnak tartok a Bibliával kapcsolatban, ami nekem nagyon sokat segített abban, hogy megértsem, hogy miért pont egy könyv, tehát hogy miért van szükség egy könyvre, nem elég csak mondjuk kimenni egy csillagos égbolt alá, és ott érezni, hogy tényleg van Isten és a csodálatos természet, ami egy nagyon fontos dolog, tehát ne értse senki félre, hogy ezzel nincs probléma. De ugye mi emberek vagyunk, és nem voltunk ott, főleg mi itt a 21. században, amikor Jézus a Földön élt, és az Új Szövetség, ahogy a nevében is benne van, meg az Ószövetség, az egy szövetség Isten és az ember között. Na most, ahogy a legtöbb szövetséget az ember és ember között, tehát az emberi szövetségeket is írásba szokás foglalni, néhány kivétellel, így Isten is jónak látta, hogy ez a szövetség írásban is megtörténjen, hogy legyen egy hivatkozási pont, és ne szájról szájra kelljen átadni ezeket a fontos dolgokat, hanem minden generáció számára elérhető legyen, hogy tudjuk, hogy Jézus itt volt, hogy miért volt itt, hogy hogyan élt, és mit hagyott itt nekünk, és hogy tulajdonképpen mi is ez a szövetség. Tehát pont azért, mert hogy ennyire fontos, ezért hagyta itt nekünk Isten írásban is, és nem tudom, hogy
tehát ugye a maga a Biblia azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Ez például nem azt jelenti, hogy ha most a világon az összes Biblia elpusztulna, akkor ezzel Isten beszédei elpusztulnának, hiszen az örök maga Jézus is ugye a megtestesült ige, ahogy János mondja, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Tehát Isten igéje az most nekünk itt van papíron, de ha megszűnnének a tárgyak, a látható dolgok, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy a láthatók azok ideig valók, Isten igéje akkor is megmaradna. Mert az ugye egy absztrakt dolog, egy láthatatlan dolog, Isten igéje. Teljes mértékben egyetértek, azt írogattam itt, hogy a matematikával összehasonlítva, hogy egyesek azt mondják, hogy a matematikát az ember találta ki. Ember találta föl, de a matematika az ember előtt is már működött. És Isten igéje is valami ilyesmi, hogy sokkal erősebb, erőteljesebb, mint az emberiség. Sokan azt mondják, hogy az élet használati utasítása. Igen. És akár 13. Leó pápát lehetne idézni, aki arról beszélt, hogy amelyeket az egyház szentnek fogad el, azok kivétel nélkül a Szent Szellem vezetésére íródtak. És lehet más idézeteket is mondani, amely arról beszél, hogy a Bibliára lehet építeni az életünket. Nos, ez irányba kutakodnék. Hol és hogyan tudod alkalmazni a Bibliában leírtakat? Mindenhol. Nyilván, hogyha egy túrótoltát szeretnék csinálni, akkor nem a Bibliában keresem a receptet, de szerintem még ott a konyhában is alkalmazható, mert én úgy gondolom, hogy a Biblia megtanítja, hogy milyen emberek legyünk, illetve megismerve Istent, Jézust a Biblián keresztül, maga az ige az, ami olyan emberekké formál bennünket, ugye a Szent Szellem segítségével, Jézus által, hogy a konyhában is a legjobbunkat adjuk. Itt beszélgetés közben is arra törekszünk, hogy az igazságot tárjuk fel a gyereknevelésben, megpróbáljuk a legjobbunkat adni, és a gyerekeinket úgy nevelni, hogy az Úrban járjanak, és igaz emberek legyenek, tehát nem tanítja meg azt, hogy hogyan cseréljük ki a csapot, ha csöpög a konyhába, de megtanítja azt, hogy ha igazán jók akarunk lenni abban, amit csinálunk, akkor az teljes szívvel, teljes odaadással tegyük. Nagyon jó példa József, aki ugye nagyon mélyre zuhant, amikor eladták rabszolgának, és a börtönben élt, de amit csinált, abban hűséges volt. És Isten felemelte többször is, ugye, mert utána megint visszakerült a börtönben, és ott is ugye hűséges volt olyannyira, hogy a börtönt is átszervezte, és a lényeg az, hogy amit csinálunk, azt hűségesen tegyük, ugye nem véletlenül mondja Jézus is, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, tehát nem azt kéri tőlünk, hogy mi legyünk a legokosabbak, vagy a legszebbek, vagy a legügyesebbek, hanem azt a talentumot, amit nekünk adott, azt jól használjuk, és ügyesen sáfárkodjunk, hűségesen. Hát ezzel kapcsolatban most nem akarok erre elmenni, de hogyha azt mondja az ige, hogy mindent Jézus nevében tegyetek, vagy mindent hálaadással tegyetek, vagy a 90. Zsoltár, hogy taníts minket úgy számlálni, úgy vezetni a napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk, ez a konyhától kezdve és mindenhol. A 45. Zsoltár az egyik kedvencem azzal kapcsolatban, hogy a 2. vers, művem a királynak szól. Tehát, hogyha így állok egy-egy kérdéshez, hogy a művem az királynak szól, az örökké valóságnak szól, akkor egy torta készítésben is benne van. Mindent Jézus nevében tegyünk, akkor a torta készítés is lehet így. Az utolsó időkben ez a honlapod de egyik fő témája. Jézus beszélt arról, hogy ha egyel megteszitek, akkor velem teszitek meg. De itt nem valami hatalmas dolgokról beszél, hanem hogy adtál neki vizet, adtál neki ruhát, segítettél neki. Tehát
ezek az ilyen hétköznap, úgymond hétköznapi dolgok, amik sokak számára értéktelnek Jézusnál, ezek nem értéktelenek. Jó, ennyit akartam mondani, és akkor kérlek, folytasd, hogy tehát a kérdésem az, hogy hol, azt mondod, hogy mindenhol, és hogyan tudod alkalmazni a Bibliában megért a dolgokat? Igazából nem is kell keresnem, vagy gondolkoznom ezen, hiszen számomra minden nap úgy indul, hogy felkelek, és egy reggeli tea vagy kávé mellett kinyitom a Bibliát, vagy azt a könyvet, amit éppen olvasok, ami eleve már bibliai témájú, és tele lesz igékkel, amiket megnézek a Bibliámba. És hát általában egy órát töltök az Úrral így reggelente, tehát akármit csinálok utána később, ha nem akarnám, se tudnám visszatartani a Szent Léleknek a hangját, illetve azokat az igéket, amiket az Úr a nap folyamán mutat, legyen az egy megbeszélés valakivel, aki mondjuk esetleg még nem ismeri az Urat, vagy valamilyen ház körüli projekt, vagy bármi, akár, tehát mondjuk a weboldalt nagyon jó példának tudnám használni, ugye én nekem nincsen informatikus képzettségem, és tényleg így a interneten keresztül böngészve próbáltam megtanulni, hogy hogyan kell a technikai részét megvalósítani a dolgoknak, és nem egyszer előfordult a nem kék halál, mint az operációs rendszernél, hanem a fehér halál, hogy valamit átalakítottam, és az egész oldal egy nagy fehérség lett. És vagy egyik nap egyszerűen csak nem indult el az oldal. És akkor tudom, hogy maga a weboldal, ami az a motor, ami ezt futtatja, több ezer fájlból áll. És én, mint nem informatikus, esélyem nem lenne megtalálni, hogy a sok ezer fájl közül melyikben mi romlott el. És ilyenkor semmi más nem tudok tenni, csak imádkozni, és megkérni az Urat, hogy segítsen megtalálni, és minden egyes alkalommal, nem egyszer, nem kétszer, több tucatszor fordult elő, megmutatta, hogy mi a probléma, úgyhogy most már nem aggódom, vagy nem akadok ki. Volt ilyen tényleg, amikor már tényleg több száz cikknél tartottunk, hogy így eltűnt az egész, és azt gondoltam, hogy ott fogok elájulni, összeesek, hogy sok hónapnyi munka kárba vész, és minden elveszett, de ez természetesen nem az Úr hangja volt. Tehát lenyugodtam, imádkoztam, és általában nagyon hamar, bár volt olyan, hogy egy napba is került, míg megtaláltam a problémát, de megmutatta az Úr. Vagy pedig valami teljesen más ügy miatt olyan oda vezetett arra az egy kis pontra, ahol a hiba volt, és amikor oda kerültem az adminisztrációs felületen, akkor jött az Úr hangja, hogy ez a probléma. És rájöttem, úgyhogy ez mindennel így van, a főzéssel, a gyerekneveléssel, a munkámban, és természetesen, amikor másokkal beszélgetek, vagy a munkám során találkozok emberekkel, hogy sokszor csak egy-egy elejtett mondat vagy szó elég arra, hogy a beszélgetést olyan irányba terelje, hogy végül az Úrnál kötünk ki. De jó. Egy provokatív kérdésem lesz. Nőként hogyan éled meg a Bibliát? Felszabadít vagy elnyom? Mindenképp felszabadít. Természetesen nem csak a weboldalon keresztül, hanem így a privát életben is találkoztam már olyanokkal, akik ezt nem így gondolják, illetve sokan azt gondolják, hogy elkezdik olvasni a Bibliát mondjuk a Teremtés könyvénél, és a harmadik fejezetnél abba hagyják, mert nem bírják megemészteni Isten szavait, amit ugye Évához és Ádámhoz intézett a bűnbeesés után, és ott abba hagyják, és nem mennek tovább. Ami nagyon szomorú, mert soha semmit nem szabad kiragadni a környezetéből, és a Bibliát azt csak úgy érthetjük meg, hogyha az egészet nézzük, mert csak ezáltal érthetjük meg Isten természetét és Isten akaratát, és csak akkor fogjuk látni, hogyha az egészet elolvassuk, hogy Jézus volt az, aki ott maradt a bűnös asszonnyal, akit paráznaságon kaptak, és érdekes módon
a férj, vagy a másik fél, ugye nyilván az asszony nem egyedül paráználkodott, különben nem rángatták volna oda, és ugye Mózes törvényei szerint a férfit is oda kellett volna hozni. Ő nem volt ott, és Jézus ugye azt mondta neki, hogy hol vannak a te vádolóid, miután mondta az embereknek, hogy aki bűn nélkül való köztetek, az vesse rá az első követ, és ugye mindenki tudta, hogy ez sajnos rá nem vonatkozik, és végül Jézus mondta, hogy senki nem vádolt téged, kelj fel és ne bűnözz többé. Tehát ő volt az, aki bárkivel szóba elegyedett legyen, az egy szamaritánus asszony, és de akár a mózesi törvények is az akkori időben sokkal felszabadítóbbak voltak, mint akár Hammurabi törvényei, vagy az akkori ókori törvények, illetve a kereszténység volt az, aki mindig is felemelte az elesetteket, illetve hát tudjuk, ha jól emlékszem, a Galácia beli könyvekben van, hogy Krisztusban, tehát miután megismertük az Urat, nincs se görög, se zsidó, se szolga, se szabad, se férfi, se nő, mert mindnyájan egyek vagyunk Jézus Krisztusban. És az sem véletlen szerintem, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor először a nőknek jelent meg, akiknek a tanúvallomása az akkori szokások szerint egyáltalán nem is ért semmit, a nők tanúvallomását az akkori, ókori törvények egyáltalán nem vették figyelembe. Szerintem ezt is tudta Jézus, hogy nem véletlenül a nőknek jelent meg először, mert számára ugyanolyan fontosak, mint a férfiak mások, hál' Istennek, és ugyanolyan fontosak, és ugyanannyira szereti őket. Neked egy férjed és 4 gyermeked van. Hogyan segített ezen a területen, tehát a család, házasság, hűség területén a Biblia? Hát hál' Istennek a férjem is ugyanúgy gondolkozik, mint én. Tehát már mindketten keresztények voltunk, amikor megismertük egymást, úgyhogy nem nagyon volt konfliktus, amin át kellett, hogy segítsen. Tehát tényleg csak ilyen apróságok, amik ilyen mindennapos kis butaságok, amin esetleg hajba kaptunk, mondjuk akár bevásárlás közben, ahol neki elfogy a türelme, mert nem szeret, én meg igen, de mivel, hogy egy azonos a gondolkodásunk mindenben szinte, így nem nagyon kellett konfliktusból kievickélnünk, és ugye van ez a hasonlat, hogy a keresztény házasság olyan, mint egy háromszög, ugye a háromszög egyik sarkában a férje, másikban a feleség, a harmadikban pedig Isten, és hogy minél inkább közelítünk Istenhez, annál inkább közelítünk egymáshoz is. Ugye ez nálunk így van, abszolút. Úgyhogy férjem is, számára is az a fontos, hogy az Urat minél jobban megismerje, és ezáltal egymáshoz is egyre közelebb vagyunk, úgyhogy nagyon fontos a hit. Nőként milyen identitást ad neked a Biblia? Tehát egyesek most arról beszélnek, hogy a valódi identitás az teljesen más. Erre hoztam egy idézetet C.S. Lewis-tól, mert szerintem itt igazából nem nagyon van jelentősége annak, hogy valaki férfi vagy nő. Manapság mindenki megpróbál nagyon egyéni lenni, akár a frizurájába, vagy a különböző test átalakító dolgokkal, legyen az egy piercing vagy tetoválás, ami mind arra irányul, hogy más legyen az illető, mint a többi ember, vagy a zöldözködése, tehát megpróbálnak ilyen külső dolgokkal kitűnni, de igazából ha az Úrban vagyunk, és minél inkább az Úrban vagyunk, akkor leszünk igazán mások. Erre egy korábbi beszélgetésünk alkalmával szintén C.S. Lewis-től említettem azt, hogyha találkoznánk olyan emberekkel, akik soha nem láttak még fényt, és egy sötét, teljesen sötét világban élnének, és megpróbálnánk elmagyarázni nekik, hogy milyen a fény, milyen a világosság, akkor ugye elmondanánk, hogy ez egy hatalmas erő, mindent megmutat. És azt gondolhatnák ezek az emberek, akik nem láttak még ilyet, hogy akkor minden egyforma lesz, mert hogy ez egy annyira hatalmas erő. De mi, akik a világosságban élünk, fizikailag, meg ugye az Úrban is tudjuk, hogy ha ránk süt a nap, annál inkább látjuk a részleteket és a különbözőségeket, azt, hogy mennyire mások vagyunk.
És ez így van az Úrral is, hogy minél inkább az Úrban vagyunk, annál inkább leszünk egyéniek, illetve, hogyha nem probléma, felolvashatom ezt a nyugodtan. C.S. Lewis pont erről az egyéniségről szól, hogy mennyire egyediek vagyunk. Az igazi új énünk, amely egyaránt Krisztusé és a miénk, és éppen azért a miénk, mert az övé, addig nem jön el, amíg ezzel vagyunk elfoglalva. Csak akkor jön el, ha őt keressük. Különösen hangzik, ugye? Pedig, mint tudjuk, ugyanez az elv érvényes sokkal hétköznapi dolgokra is. A társadalmi életben például mindaddig nem teszünk jó benyomást másokra, amíg folyton azon törjük a fejünket, hogy milyen benyomást teszünk. Míg az irodalomban és a művészetben sem lesz soha senki eredeti, ha állandóan az eredetiséggel vesződik, míg ha egyszerűen megpróbálunk az igazságról beszélni, semmit sem törődve azzal, hogy milyen gyakran mondták már meg korábban, 10 esetből 9-szer eredetiek leszünk, anélkül, hogy akár észrevettük volna. Ez az elv végigkísér az egész életen elejétől végéig. Ne törődj az egyéniséggel, és megtalálod az igazi énedet. Veszítsd el az életedet, és megmented azt. Vesd alá magad a halálnak, törekvéseid és kedvenc vágyaid halálának minden áldott nap, és egész tested halálának a legvégén, vesd alá magad lényed minden rostjával, és örök életet fogsz találni. Ne tarts semmit vissza. Semmi sem lesz igazán a tiéd, amit el nem ajándékoztál. Semmi nem fog föltámadni a halálból, ami meg nem halt benned. Ha magadat keresed, hosszú távon csak gyűlöletet, egyedüllétet, kétségbeesést, haragot, romlást és pusztulást fogsz találni. De ha Krisztust keresed, meg fogod őt találni, és vele együtt minden mást. Szóval, ha Krisztusban vagyunk, akkor vagyunk eredetiek. Amikor azzal vagyunk elfoglalva folyamatosan, hogy mások legyünk, mint a többiek, akkor igazából ez csak egy kényszerű, talán kisebbségi érzés, és azt gondolom, hogy ez nem nincs különbség férfi és nő között e tekintetben. Tehát akik azzal vannak elfoglalva, hogy egyenlőek legyenek, tehát ők nem mások akarnak lenni, hanem olyanok, mint valaki más. Úgyhogy erről ennyit tudnék mondani. Az önelvetés és az önelfogadás mennyire kapcsolódik ehhez a kérdéshez? Én azt gondolom, hogy minél kevésbé foglalkozunk magunkkal, és inkább az Úrral, ez annál inkább letisztul bennünk. Tehát aki, ugye Jézus nem véletlenül mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és fele barátodat, mint önmagadat. De ugye a hangsúly az Istenen van, tehát hogyha nagyon az Úrban vagyunk, akkor ez már nem lesz kérdés, és nem kell állandóan önvizsgálatot tartani, hogy na most akkor vajon mennyire vagyok elfoglalva magammal, hanem annyira leköt mindez, amit teszünk az Úrban, az Úrért, hogy ez egy teljesen másodlagos dolog lesz, amivel nem foglalkozunk ennyit. Természetesen az Úr szeret minket, tehát mi ne utáljuk magunkat, mert ezzel hazudnánk, és valami olyat utálnánk, amiért az Úr az életét adta, tehát az ő szemében értékesek vagyunk olyannyira, hogyha az egész világon nem lenne senki más, csak én, vagy csak te, akkor is meghalt volna, és akkor is vállalta volna azt, hogy meghaléltünk a kereszten, tehát Isten szemében mérhetetlenül értékesek vagyunk, úgyhogy igen, tehát nem szabad utálni magunkat, de nem is szabad, hogy ezt töltse ki minden gondolatunkat. Szerintem ez egy kulcs, amit most megfogalmaztál, hogy Isten nagyon elképesztő módon szeret minket. Tehát amiről beszél a Biblia, hogy olyan békességet akar adni, amely minden értelmet felül halad. Ez nem az észellenességről szól. Igen. Vagy olyan szeretetet ad, amely mindent áthat. Ez sem azt jelenti, hogy ki kell dobni az agyunkat, hanem egyszerűen olyan valóság sugárzik belénk, aki által kivirulunk. Mint ahogy egy növény, hogyha megkapja a fényt, megkapja a vizet, megkapja a földet, akkor ott válik, abban a talajban válik azzá, aki ő. Mm. Most teljesen mindegy, hogy rózsa, nem minden virág rózsa, nem minden nő rózsa, hanem vannak liliomok, vannak szegfűk, tulipánok, és így lesz egy fantasztikusan csodálatos egység a földbolygó. Igen, pontosan, tehát ne akarjunk
más lenni, illetve ne akarjunk ugyanolyanok lenni, mert pont ez a csodálatos benne, hogy Isten mindannyiunkat ellátott azzal, amire szükségünk van az élethez, és nem kaptunk se kevesebbet, se többet. A lényeg az az, hogy amit kaptunk, azt használjuk, és azt tegyük az Úr dicsőségére. Azt szoktam mondani, hogy ha Isten minket tévének teremtett, akkor hiába élünk mosógépként, hiába öntjük magunkba a különböző más ideológiákat, akkor is azt kell tudnunk, hogy Isten teremtett minket, és minek teremtett. És hiába akar valaki teljesen megváltozni, az, aminek Isten teremtette, és amilyen utat szánt neki Isten, akkor lesz boldog, akkor lesz biztonságban, akkor lesz teljes az élete. Tehát sok ember, aki a Bibliának neki megy, pontosan az élet használati utasításának megy neki. Olyan ez, mint hogyha egy tévékészüléket kalapáccsal akarná megjavítani, vagy bekapcsolni. Igen, és hát tényleg a kulcs az az, hogy amit teszünk, azt az Úr dicsőségére tegyük. Tehát egy híres karmester vagy zenész semmivel nem lesz több vagy kevesebb, ha nem az Úrja teszi, amit tesz, mint mondjuk egy vízvezetékszerelő. Tehát a kulcs az az, hogy mi van mögötte, mi motivál minket. Hallottam nem olyan régen egy bizonyságot egy hollywoodi rajzfilm készítőről, nem tudom most a nevét, azt hiszem japán származású, aki a 20-as évei vége felé van, és elég ismert Hollywoodban, tehát sokat foglalkoztatott, jól kereső rajzfilmkészítő, és eldöntötte, hogy ő most hagyja ezt ott, és kezd el keresztény rajzfilmeket gyártani, mert nem akarja megvárni azt, hogy később, amikor már esetleg lehanyatlóban van a pályafutása, akkor kezdjen ezzel foglalkozni, hanem a legjobb éveit szeretné az Úrnak adni. És szerintem ez egy nagyon jó példa erre, hogy ezen keresztül tehát, tudunk a legtöbbet tenni, és ez egy örökké való dolog, tehát ugye minden elmúlik, ami látható, de amit az Úrja teszünk, az örökké való, egyedül az marad meg. Térjünk rá egy másik kényes témára. Mostanában arról cikkeznek és arról beszélnek, hogy a Biblia csak a múlt, a Biblia egy letűnt kornak a könyve, és a modern ember már nem foglalkozik vele, a modern ember az a mesterséges intelligenciába és egyéb dolgokban hisz. Szerinted a Biblia mennyire megbízható a múltban, a jelenben és a jövőben? Ugye mivel a Biblia nem egy műszaki könyv, így szerintem semmi relevancia nincs abban, hogy most éppen a technika terén milyen előrelépések vannak, hiszen örökkévaló kérdésekkel foglalkozik, nem pedig olyan dolgokkal, amik ma az emberek elájulnak, hogy fú, micsoda újdonságot alkotott már megint ez, vagy az a cég, vagy milyen szoftverrel jöttek ki, amik egyrészt elég tökéletlenek, ahogy látjuk nyilván a számítógép előtt nap mint nap a különböző hibákat, amiket produkálnak ezek az eszközök, és eltelik pár hónap, és már mosolyogva gondolunk az egy évvel korábban használt eszközre, vagy programra. Azok a dolgok, amiket a Bibliából megtudhatunk, amit magunkévé tehetünk, ezek örök dolgok, az, hogy miért vagyunk itt, hogy hová tartunk, mi az élet értelme, és hogyan tudunk úgy élni, hogy annak értelme legyen. Erre a technika és a modern találmányok nem tudnak választ adni. Nem is tudom, mi volt az a film, aminél megkérdezték talán azt, hogy mi az élet értelme? És mondták, hogy talán gyere vissza 5 év múlva, visszamentek 5 év múlva, és a válasz az volt, hogy 48. Tehát a technika az élet legjelentősebb kérdéseivel nem tud mit kezdeni.
Nos, szerintem is a Biblia az jól pontos adatokat közöl a múlttal kapcsolatban, nagyon használható dolgokat mond a jelennel kapcsolatban, és hát a honlapodnak a neve az, hogy idők jelei, a jövővel kapcsolatban is pontos dolgokat mond. Igen. Beszélnél erről egy kicsit, hogy mik ezek az idők jelei, vagy miért adtad ezt a címet? Hát ugye, hogy korábban beszélgettünk róla, részt vettem egy olyan keresztény összejövetelen, ahol ez volt a téma, és láttam, hogy hogyan lehet összekapcsolni, illetve hogy hogyan kapcsolódnak napi események olyan dolgokhoz, amikről a Biblia is beszél, és ennek kapcsán indult el a honlap is, ugye ezt szerettem volna minél több emberrel megosztani, és amikor megismertem Jézust és a Bibliát, akkor is nagyon érdekes volt számomra, tehát a Dániel könyvét tanulmányoztam sokat, illetve vettem részt olyan előadásokon, amik ezzel foglalkoztak, hogy Dániel 200 évvel Nagy Sándor élete előtt megjósolta azt, hogy lesz majd egyáltalán ilyen, hogy Görögország. Görögország sem létezett, mint ország, és annak a királya ugye a Dániel 8-ban. Tehát, hogyha ilyen pontosan meg tudta jósolni a jövőt, akkor, ugye ez időszámításunk előtt 580 körül írhatta Dániel 8. könyvét, és 333-ban volt, azt hiszem, tehát körülbelül 200 évvel később Nagy Sándor hódítása, akkor bízhatunk abban, hogy amit a még nem bekövetkezett jövőről ír, akkor abban is bízhatunk. És ugye Dániel könyve, a Jelenések könyve, Pál írásai és maga Jézus is foglalkozott ezzel a témával. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, hogyha ilyen sok szerzője a Bibliának elővette, és szerintem minden embert foglalkoztat, főleg azokat, akik még nem ismerték meg az Urat, mert annyi a bizonytalanság a világban, tehát akárhova nézzünk, ugye a napokban nem nagyon kell említeni a problémákat, amikkel a világ szembenéz, a járványok, a lázongások, zavargások a világ minden pontján történnek, hogy szeretnék tudni, hogy mit hoz a jövő, és a Bibliából megtudhatjuk ezt is. Tehát ezért is kezdtem el az oldalt. Értem, de hát ez nagyon sok bibliai profécia van, csak Jézus Krisztussal kapcsolatban is. Matematikailag képtelenség az, hogy így előre jelezni egy embernek a születését. Ehhez tényleg egy anyag, energia, információ, téridő, világegyetemen kívüli mindenható, mindentudóról mindenhatónak kell lennie, hogy aki az eseményeket ismeri. És milyen jó, hogy ahogy Círuszt ismerte, ugye az Ézsaiás könyvében név szerint leírta, nevén nevezte, és leírta a cselekedetét, hogy mit fog tenni, de Isten minket is kitalált. És milyen jó, hogy mindegyikünkről személyesen gondja van, és az én áldásom, az én ajándékaim nem veszélyeztetik a te áldásodat, te ajándékaidat. Amen. Sőt, ugye minél többet adunk, annál többet ad az Úr nekünk. Tehát ez igazából csak sokszorozódik. Jó, a honlapodon nagyon sok idézetet is találok. Miért tartod fontosnak, hogy híres emberek, természettudósoktól idézel, akár most így... C.S. Lewis. Lewis-tól. Úgy gondolom, hogy azok az emberek meg tudtak fogalmazni dolgokat, amik érthetőbbé tesznek, ugye... Van ez az ige, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, és én nagyon szeretem idézni a Bibliát olyan beszélgetések során is, amikor a beszélgető partnerem esetleg nem ismeri még az Urat, de ezek az idézetek segíthetnek abban, akár hasonlatokkal, vagy példázatokkal, hogy egy-egy témát még közelebb hozzanak az emberhez, mert mondjuk olyan hétköznapi nyelven szólnak, amit könnyebben megértenek, és akkor utána könnyebb áttérni a bibliai versekre, vagy témákra. Tehát én úgy gondolom, hogy a
mai, vagy akár a régi időkben élt hitvédőknek az írásai, idézetei, azok nagyon jó eszközök. A természettudomány szerinted Isten ellensége, tehát megölte a Teremtő Istent, a Bibliának az Istenét, semleges feléje, vagy pedig a természettudomány Istenre mutat? Mindenképpen Istenre mutat, és azt gondolom, hogy az őszinte tudósok, akik ezen a területen ténykednek, erre előbb-utóbb rájönnek. Nem tudom, ki mondta azt, hogy a tudomány porrából néhány korty elveheti az ember hitét, de az a pohár alján Isten vár rájuk, tehát csak igyák ki az egészet, és előbb-utóbb visszatalálnak. Egyébként C.S. Lewis tökéletes példa erre, aki hívőként veszítette el fiatalon a hitét, majd 35 éves korában talált vissza, és ezzel nagyon sokan vannak így. Egyébként én úgy tudom, hogy a természettudományok területén még kevesebb a nem hívő, tehát előbb-utóbb a természettudományok visszavezetnek az Úrhoz és a hithez. Hát van olyan fizikus, aki azt mondja, hogy ha ateistával akarok beszélni, akkor át kell mennem. Filozófia osztályra, igen, vagy igen, szakra. Mert a fizikán már, a fizikai tanszéken már nem talál ateistát. Igen. Mi a véleményed arról, hogy a napjainkban a tudományt felhasználják egyesek arra, hogy az életet, illetve a halált helyettesítsék, és Istent helyettesítsék. Tehát akik arról beszélnek, hogy a genetika fogja megoldani a halál kérdését, a halál problémáját, az örök életet, ő hozza el. Igen, hát ugye nyilván ezek az emberek azok, akik félnek a haláltól, mert még nem tudják, hogy valaki legyőzte. Ugye ez ugyanaz a törekvés, mint az Éden kertjében, amikor Sátán elhitette Ádámot és Évát, akkor nekik örök életük volt, és amikor Sátán ígérgette nekik, hogy mindent meg fognak tudni, és nem fognak meghalni, igazából akkor veszítettek el mindent, akkor indult el a halál, és ez nem változott a korokon át, tehát ez, mindig ez az ígéret ezzel kecsegteti azokat, akik Isten nélkül próbálnak örök életet találni, hogy a lényeg az, hogy csak ne Isten, csak ne Jézus legyen, bármi más, és ez tulajdonképpen csak egy elterelés, megpróbálják Istentől elfordítani az embereket, és máshol, másban keresni a választ, legyen az az örök élet elixírje, az alkímiában, vagy a mesterséges intelligencia, vagy a transhumanizmus, amikor gépekkel vegyítik az embert. Ez mind ugyanaz, tehát az ember igazából, ezek az emberek a halhatatlanságot keresik, mert azt gondolják, hogy megtalálják Isten nélkül. Lázadó emberi természet. Igen, ahogyan kezdődött az emberiségnek a hajnala, tehát a jó és a rossz tudásának a fája, és az örök élet és a halál, most is ide jutottunk el, hogy majd a tudás, a tudomány fogja adni az örök életet, és a halált ő fogja legyőzni, pedig Jézus Krisztusról van szó. A Teremtés Teológia honlapon van is egy cikk ezzel kapcsolatban, illetve több cikk is, a Jézus és a genetika, nagyon érdekes cikk, tudom ajánlani, de te is foglalkozol. Szerintem olvastam. Te is foglalkozol ezzel a kérdéssel, illetve a honlapon. Oké, említetted a mesterséges intelligenciát, és említetted az emberen túli mozgalmat. Erről beszélnél még egy kicsit? Egyesek szerint ez lesz a megváltója, szó szerint ez lesz az emberiség megváltója, az emberiség egyetlen reményének, a felelősen gondolkozó személyek. Hogy is folytatják a mondatokat? Tehát a lényeg az, hogy aki felelősen gondolkodik ma, az csak a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Mm. Neked mi a véleményed erről? Hát úgy gondolom, hogy ennek sok köze lesz majd ahhoz a bizonyos antikrisztusi birodalomhoz, amiről a Jelenések könyve, meg Dániel próféta
és Jézus, aki amúgy Dánielt idézi a Máté 24-ben, ugye a pusztító utálatosságot említve, valamilyen fajta, tehát a fenevad bélyege, amit ugye biztos sokan ismernek a Jelenések 13-ból, illetve a fenevad képe, ennek biztos, hogy valamilyen szinten köze lesz a mesterséges intelligenciához, vagy a transhumanizmushoz. Felolvasod ezt a részt? Vagy felolvassuk? Én vagy most nem, azt más keresem, más keresem. Én jó. Most a fenevadakat keresem. Hm? Ja, Dániel. Igen. Szóval ugye arról beszél, hogy azt miveli mindenkivel, nagyokkal és kicsikkel, szabadokkal, hogy a kezüket vagy a homlokukat megbélyegezze, és aki nincs a fenevad bélyege, az megölesse. Tehát lesz egy fenevad bélyege, ami ugye nem tudjuk, hogy micsoda, de valamilyen fajta, nyilván a számítástechnikához köthető valamilyen kütyű. Nem akarom azt mondani, hogy chip, bár most kimondtam, mert nem tudjuk, hogy mi lesz az, de valamilyen módon úgy gondoljuk, hogy kontrollálni akarja az ördög az emberiséget, és ha valaki ezt elfogadja, ugye akkor az már Istentől elvágta magát a Jelenések könyve szerint, illetve lesz egy fenevad képe, amelyik ezt felügyeli. Tehát úgy gondolom, hogy ez a mesterséges intelligenciának, illetve a transzhumanizmusnak ehhez közel lesz. Amúgy maga a számítástechnika, mert ugye a mesterséges intelligencia az tulajdonképpen csak kód, önmagában nem lenne rossz, hogyha a mögöttes szándék, vagy egyeseknek a szándéka arra, hogy ezt rosszra használják, az nem lenne a képben. Tehát ahogy egy késsel és villával ugye a legtöbb ember eszik, ugyanúgy használhatják gyilkolásra, ugyanígy a mesterséges intelligencia önmagában tényleg megkönnyíthet dolgokat, és jóra lehet használni, legyen ez az egészségügy terén, vagy pénzügy. Bármilyen téren, tehát nem önmagában ezekkel a technológiákkal van a gond, hanem a felhasználási móddal, és az emberiség történelméből tudjuk, hogyha valamit rosszra lehet használni, akkor azt előbb-utóbb rosszra fogják, tehát ugye az atomenergiát sem pusztításra találták fel annak idején, de nagyon rövid úton mégis leginkább arra használták. Úgyhogy sajnos rossz kezekbe kerülve ezt nagyon rosszra fogják használni. Én is így gondolom. Kérdezted, hogy mit keresek. A Dániel 7-ben van felsorolva a világbirodalmak, és ott fenevadakhoz, oroszlánhoz, tehát nagyon durva vadállatokhoz hasonlítja a Biblia a birodalmakat, oroszlán, medve, párduc, és a negyedik, illetve ötödik világbirodalmat egy nagyon retteneteshez. Azt mondja, hogy ezek után láttam éjszakai látomásban, negyedik állat rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt, zúzott, maradékot lábaival összetaposta. Különbözött mindazoktól az állatoktól, amiket előtte láttam. Tehát ettől a természetes vadállatoktól, oroszlán, medve, párduc, nem jó ezekkel találkozni. Viszont ezektől teljesen más, rettenetes, iszonyú, tehát ilyen szavakat használ a próféta a negyedik, illetve az ötödik világbirodalomra. Én úgy gondolom, hogy már az ötödik birodalom, ötödik világbirodalomnak, vagy van, aki azt mondja, hogy nyolcadik, de ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy szerintem a mesterséges intelligenciának, illetve a számítástechnikának nagyon nagy szerepe lesz a megfigyelésben, ellenőrzésben, kontrollálásban. Illetve hát ezt már jelen időben is mondhatjuk. Akár Kína, akár máshol. Igen, valóban, igen. És hát ugye egyre könnyebb, tehát ugye mindannyiunknak van mobiltelefonja, tehát hogyha szeretnének minket megfigyelni, akkor bármikor megtehetik, ezért nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk az Úrról, hogy a megfigyelők jó dolgokat halljanak. És megtérjenek. Igen.
Kínában is, Iránban is, illetve a régi Romániában, most ezt úgy értem, hogy a kommunizmus ideje alatt börtönőrök, akik verték, kínoszták a keresztényeket, megtértek, átadták az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát ez rendkívül fontos, hogy hogyan. Igen. Jó. Lassan vége a műsoridőnek. Zárszóként azzal kapcsolatban te mit mondanál, hogy én arra a megjegyződésre jutottam, hogy a Biblia megbízható a múlttal kapcsolatban, akár a keletkezésről van szó, akár az embernek az eredetéről, akár a nemiségről van szó benne. Megtapasztaltam, hogy a leghasznosabb segítség a hétköznapi élet kérdéseiben, és én ezért hiszek abban, hogy a Biblia a legmegbízhatóbb írás a földbolygón a jövővel kapcsolatban is. Neked mi a zászlód, mi a véleményed erről a múlt, jelen, jövő Bibliáról? Igen, én is pontosan így gondolom, hogyha tudjuk, hogy ennyire precíz volt és megbízható mindennel kapcsolatban, ami már megtörtént, akkor rábízhatjuk a jövőt is, meg az életünket, mert tudjuk, hogy az is be fog következni, illetve az Úr megígérte, tehát nem azt mondta, hogy megőriz minket a bajtól, hanem azt mondta, hogy e világban nagy nyomorúságotok lesz, de én meggyőztem, legyőztem a világot, hanem átsegít rajta, és akármilyen nehéz időket élünk, vagy fogunk élni, tehát ugye most ugye az utolsó időkről, vagy az idők jeleiről beszélve, az Úr velünk van, és velünk lesz. Tehát pont Dániel 12-ben mondja, hogy azok, akik az Istenüket ismerik, nagy dolgokat tesznek, tehát folyamatosan az Antikrisztus uralma alatt is az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, tehát nem fognak félni azok, akik az Urat ismerik, és tudjuk azt is, hogy a nehéz események után a legcsodálatosabb világ vár ránk, csodálatosabb, mint amit ember el tud képzelni, vagy szervezni, hiszen nem mi fogjuk megalkotni, hanem Jézus, ő fogja vezetni. A Biblia arról beszél az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy lesz egy vacsora, lesz egy mennyegző, és a szülési fájdalomról. Te 4 gyermeket szültél. Egy kicsit beszélnél arról, hogy megérte szülni? Természetesen. Igen, számomra a szülés egyébként csodálatos, és voltam többször segíteni tolmácsként szülésen, és egy annyira csodálatos dolog, de a legtermészetfelettibb tapasztalat szerintem, amit nő a hétköznapokban úgymond megélhet, és csodálatos, és nagyon igaz az a vers is, amikor azt mondja, hogy amikor megszületik a gyerek, akkor elfelejti a fájdalmat. Tehát tényleg az első szokott ugye a leghosszabb, meg a legfájdalmasabb lenni, az én esetemben különösen. És amikor megszületett a fiam, akkor egyetlen egy gondolat volt bennem, hogy ennyi az egész. Tehát azonnal elfelejti az ember, és ez egy csodálatos dolog, és tudom, hogy ugyanez lesz velünk, amikor majd oda átról azt gondoljuk, hogy ez az élet tényleg egy szempillantás volt. Tehát amikor nehéz, akkor gondoljunk arra, hogy milyen fantasztikus lesz a mennyben. Illetve arra is, hogy az Úrral milyen fantasztikus már most, hiszen ugye Jézus azt mondta, hogy a mennyeknek országa eljött és itt van. Tehát minél közelebb vagyunk az Úrhoz, annál inkább már ebben a mennyben élünk, akkor is, hogyha a fizikai valóság ezt még nem tükrözi, a szellemben ez már igaz, és hogyha ezt az életünk részévé tesszük, akkor igazából az Úr szemével látunk mindent, és nem azt látjuk, hogy itt egy zöld szék, meg egy piros szék, hanem látjuk a mennyei dolgokat, amik mögötte vannak. Köszönöm szépen, 50. Zsoltár, 15-ös vers. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Tehát a Bibliának ezt a versét is mindenkor alkalmazhatjuk, mert Isten a garancia rá, hogy ő megtart minket minden helyzetben. Szigeti Judit, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves nézőink, a műsorral kapcsolatos észrevételeiket és kérdéseiket az info@pax-tv.hu e-mail címre küldhetik el nekünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk voltak, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!